Az Európai Ügyészség feladata, hogy nyomozzon és ha kell, emeljen vádat az EU-s költségvetéssel szemben elkövetett csalások és más az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ügyében. Az NMP azt szeretné, ha Magyarország is csatlakozna. Véleményük szerint ez lehetne a megoldás az Európai Uniós pénzek korrekt és tisztességes felhasználásához. Sajnos egyre többször tapasztaljuk, hogy közpénzek magánvagyonná alakulnak, és az a meglátásom, hogy Cegléden szereptévesztésben van a helyi önkormányzat is, nem az emberek érdekeit képviselik, hanem a saját vagyonuk gyarapítására fordítják a közpénzeket, tehát a közpénzek magánvagyonná alakítása az egyik fő cél. Az Európai Unió nem ezért ad nekünk támogatást, és azt szeretnénk, hogy ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozással elérni, hogy egy elszámoltathatóság kerüljön napirendre. Visszamenőleges elszámoltatást is szeretnének elérni, fogalmazta meg Földi Áron. Demeter Márta pedig arról beszélt, véleményük szerint óriási méreteket öltött Magyarországon a korrupció, de szintén gond, hogy az uniós források felhasználásának strukturális feltételei sem biztosítottak. Világosan látszik, hogy az Orbán kormány egyértelműen a multinacionális nagyvállalatokat támogatja, ahelyett, hogy például a kis és közepes magyar vállalkozásokat támogatná, ezzel segítve azt, hogy itt a térségben is, itt Cegléden is minél több vállalkozást tudjon beindulni, ők minél több munkahelyet tudjanak létrehozni. És a helyi emberek így itt helyben tudjanak munkát vállalni, folytatta. Ha megnézzük a következő Európai Uniós költségvetést, akkor világosan látszik az, hogy ebben még van vita, hiszen a kohéziós források csökkentésére is lehet kísérlet. Mi semmiféleképpen nem támogatjuk az LMP részéről azt, hogy csökkenjenek ezek a források, hiszen igenis a magyar embereknek szüksége van ezekre a pénzekre. Ez így van, hogy ezeket átláthatóan kell viszont felhasználni. Úgyhogy elvárjuk az Orbán kormánytól, hogy szokásától eltérően végre képviselje a magyar emberek érdekét, és igenis álljon ki az Európai Unióban azért, hogy a Magyarországnak szánt kohéziós pénzek ne csökkenjenek a következő költségvetésben. De óriási problémának látják, hogy a jelenlegi kormány nem képviseli az emberek biztonságának javítását, pedig a következő uniós költségvetés lényegesen nagyobb összegeket határoz meg védelemre és biztonságra, fogalmazta meg Demeter Márta.